A Band of Street zenekar utcazenéje nyitotta a bulis programot csütörtökön reggel az Alba Pláza előtt, ahol a város diákságának színe java beöltözve képviseltette magát. Voltak pizsamások, akik az online oktatás öltözékét mutatták be, de érkeztek strandolósok és horrorisztikus alakokat megjelenítő fiatalok is szép számban azért, hogy még egyszer utoljára mulassanak egyet közösen. A Teleki Blanka Gimnázium 12. A osztályának végzősei a nagy pénzrablás jelmezével okoztak feltűnő látványt a belvárosban. Ez volt a végzős kampányunk témája, a nagy pénzrablás, úgyhogy utoljára együtt most gondoltuk felvonulunk a kampány témánkba, mert szuper emlékeket őrzünk. A Bolond Balagás résztvevőit Mészáros Attila alpolgármester köszöntötte. Nagy öröm, hogy két év után ismét a fiataloké ez a hét, hiszen már a Ballagási hét keretében kedden az osztályfőnököket köszöntöttük, ma pedig a Bolond Ballagás tudjuk megtartani. Sok-sok évtizedre visszanyúló ez a hagyomány, de az elmúlt két évben a járvány miatt azt nem tudtuk megtenni, úgyhogy nagy öröm, hogy az Alba Pláza előtti tér megtelt fiatalokkal, viccesebbnél viccesebb koreográfiákkal, öltözékkel, sminkkel és mindennel készültek. Ebből is látszik, hogy a fehérvári fiatalok nem csak okosak, ügyesek, hanem kreatívak is. A köszöntőt követően a diákság a Liszt Ferenc utcán, a Városház téren, majd a Fő utcán keresztül a Zicsi színpadig vonult, ahol táncos produkciókat mutattak be a négytagú zsűrinek. Táncoltak vagányszerelésbe öltözött lányok, de lánynak öltözött fiúk is a színpadon. Akadt olyan osztály is, akik királyként és királynőként léptek színpadra, és az aranybulla mai kiegészítő rendelkezéseit hirdették ki a közönségnek. A mai koncepciónk az ugye az aranybullának a 800. évfordulójára lett tervezve, meg hát ugye Székesfehérvár tudatos arról, hogy a koronázásoknak a legfőbb helyszíne. Így hát szinte nem volt kérdés az, hogy most királyoknak és királynéknek kell beöltözünk. Végül a zsűri döntése alapján megszületett az eredmény. Harmadik helyen a Széchenyi István Műszaki Technikum 12G osztálya végzett, akik 75.000 forintot kaptak. A Teleki Blanka Gimnázium 12A osztálya a második helyezést ért el 100.000 forintos jutalommal. A legjobb pedig a Tóparti Gimnázium 12C osztálya lett 150.000 forintos díjazással. De nem csak a dobogósok, az önkormányzat jóvoltából idén minden fellépő csapat kapott 40.000 forintot, melyet az érettségi bankett költségeire fordíthatnak.